Pozitív lett a koronavírus teszt, kiürítették az egyik miskolci cég irodáját. Lezárták a szénbaforrást, az ivóvíz biztosított, már dolgoznak a hosszú távú megoldáson. Gőzerővel épül a fürdő, de neve egyelőre nincs, a miskolciak szavazatát várják. Jó estét kívánok, ez a Miskolc Televízió híradója, jönnek a részletek. Koronavírus miatt ürítették ki a Makropoliszban működő telekommunikációs cég ügyfélszolgálatát. A vállalat tájékoztatása szerint az egyik alkalmi diákmunkásuk COVID-tesztje lett pozitív. Az elsődleges kontaktszemélyeket otthoni karanténba küldték. A cég szolgáltatása továbbra is zavartalan. A dolgozók többsége távmunkába látja el feladatait. Sötét ablakok, üres irodák. Egy héttel ezelőtt derült ki, hogy a cég egyik alkalmi diákmunkása koronavírus fertőzött. Híradónk kérdésére a Vodafone Magyarország sajtóosztálya megerősítette a hírt. Azt írták, a vállalat Miskolci ügyfélszolgálatának egyik diák munkavállalóján múlt héten pénteken koronavírusra jellemző tünetek miatt tesztet végeztek, amely pozitív lett. A teszt elvégzése után nem sokkal megtörtént az érintett munkavállaló kapcsolati hálójának feltérképezése. Mindenkit, akivel érintkezhetett, otthoni karanténba küldtek, az iroda helységeit pedig fertőtlenítették. Úgy tudjuk, a diák jelenleg jól van, a második és harmadik tesztelést várja. A vállalat vezetősége közölte azt is, együtt működnek az ANTS-szel és a helyi egészségügyi szervezetekkel. Miskolcon más megbetegedésről nem tudni, de a megyében aktívan jelen van a fertőzés. Mezőkövesden 30-an fertőződtek meg egy iskolai értekezleten a közelmúltban. Miskolc vezetése jelezte, újra készen állnak arra, hogy meghozzák a szükséges védelmi intézkedéseket. Emellett arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a szabályokat, viseljék a maszkot is, ahol csak lehet, ügyeljenek a távolságtartásra. Továbbra is kötelező a száj- és orreltakarása a miskolci közösségi közlekedésben. Az MVK közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a biztonságos utazás szabályai változatlanok. A buszokra, villamosokra csak orrot és szájat eltakarva lehet felszállni. Erre a jegyellenőrök is felhívják az utasok figyelmét. A társaság hangsúlyozza, az intézkedés elsősorban a védelmet és megelőzést szolgálja, de lehetőségük van arra is, hogy akár az utazásból is kizárják azokat, akik ezeket a szabályokat nem tartják be. Vízminőség romlás miatt zárták le a Szimba forrást. A probléma nem új keletű. A lilafüredi területen évről évre előfordul, hogy nagyobb esőzések után romlik az ivóvíz minősége. A problémát ezúttal is azonnal észlelték a szakemberek. Az ellátás lajtos kocsikkal most is biztosított. A Mivíz Kft. Dolgozik a hosszú távú megoldáson. Első lépésként egy mobilizálható víztisztító rendszer telepítenének a forráshoz. Lajtos kocsiról szivattyúzzák a vizet Lilafüreden. A Szimba forrás a miskolci ivóvízellátás egyik bázisa, az elmúlt időszakban viszont a hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt romlott az ivóvíz minősége. A Szimba forrást szombaton kellett kizárniuk a szakembereknek, az ivóvízellátást most lajtos kocsikkal biztosítják a lilafüredi területen. A forrás kizárás egyébként nem új keletű jelenség, az elmúlt három évben több alkalommal is szükség volt rá a terület természeti adottságaiból adódóan. De ez a karsztforrás meglehetősen sérülékeny. Itt, amikor nagy mennyiségű csapadék van, akkor olyan szennyeződéseket moshat be ez az extrém csapadék, extrém intenzitású csapadék a karsztforrásokba, a karsztjáratokba, amely szennyeződést okoz. Mi ezt természetesen szigorú monitoring rendszerrel, minőség ellenőrzési rendszerrel figyelemmel kísérjük. Így történt most is, a vízminőség romlást a Mivíz monitoring rendszere révén azonnal észlelték a szakemberek. Ultraszűrős víztisztító a Miskolc-Tapolcai bázison. Itt vizsgálják naponta Miskolc és környékének ivóvíz minőségét. A szakemberek szerint egy ehhez hasonló, ám kisebb teljesítményű és mobilizálható víztisztító berendezés lehet a megoldása a lilafüredi problémára is. Ezzel elkerülhető lenne évről évre nagyobb esőzések után a Szimba forrásnál a vízminőség romlása. A hosszú távú megoldás az, hogy az összes olyan üzemi kapacitásnak megfelelő vízmennyiséget, ami átfolyik ezen a rendszeren,
egy 600 köbméter per órás ultraszülőrendszerre fogjuk megszűrni. Éppen ezen a területen állunk, ahol szeretnénk ezt az egyébként 1,5 milliárd körüli beruházást megvalósítani. De ez egy középtávú megoldás, ez egy jelentős költséggel jár, szeretnénk valamiféle támogatási forrást keresni erre. Rövid távú megoldásként telepítenének mobilizálható víztisztítót a Szinva forráshoz. Ennek előkészítése már megtörtént, és hónapokon belül meg is valósul. A rendszer segítségével a mostanihoz hasonló extrém helyzeteket is el lehetne kerülni. A vízminőséget addig is folyamatosan figyelemmel kísérik a szakemberek. Új börtön épült Miskolcon. Az 5 épületszárny 550 fokba tartott befogadására lesz alkalmas. A beruházás néhány hónap alatt valósult meg, a rabok szeptember elején költözhetnek be. Az országban a Miskolcin kívül 9 intézmény épült, összesen 2750 új férőhelyet alakítottak ki. Emiatt országszerte megszűnhet a börtönök túltelítettsége. Miskolc határában a fiatalkorúak börtöne mellett épült fel körülbelül 4 hónap alatt az az új létesítmény, ami 550 fogvatartott befogadására lesz alkalmas. 5 épületszárnyban 3 és 6 fős zárkákat alakítottak ki. Ez egy tipikus 6 fős zárka, 3 emeletes ágyal és minden hozzátartozó felszereléssel. Minden berendezés új és a legtöbb fogvatartotti munkával készült el. Jelenleg az utolsó simítások vannak hátra. Szeptemberben pedig megérkeznek a rabok. Ez felnőttkorú jogerős elítélteknek a fogvatartására került kialakítására, és abból is az enyhébb börtön és fogház fokozatúaknak. A parancsnok hozzátette, a férőhely bővítés 161 új munkahelyet teremtett a városban. Az országban egyébként a Miskolcin kívül 9 új börtön épült az elmúlt néhány hónapban. A többi közt Veszprémben, Tiszalökön, Tökölön és Kiskunhalason is. A létesítményekben összesen 2750 új férőhelyet alakítottak ki. Így szeptembertől megszűnik a börtönök túltelítettsége. Miskolcon is megkezdik a munkát az iskola őrök szeptembertől. Két helyi általános iskolában és 4 szakgimnáziumban lesznek jelen az újfajta rendfenntartó szerv dolgozói a következő tanévtől. Az iskolaőrök külön rendészeti szervként a rendőrség irányítása alatt dolgoznak majd, országszerte mindegy 500 intézményben. Az iskolák köre később változhat, a tapasztalatok alapján módosíthatják, hol van leginkább szükség az iskolaőrök munkájára. A szociális dolgozókért nyújtott be 3 pontos javaslatot a kormánynak az LMP. Ungár Péter, a párt országgyűlési képviselője szerint a szociális szektorban dolgozók jelentős része kevesebbet keres, mint a bérminimum, és azok is, akik évtizedek óta a pályán vannak. A párt egyik javaslata, hogy a diplomásoknak vezessék be a garantált bérminimumot. Továbbá, hogy az egészségügyi szociális bértáblát végzettség alapján egységesítsék. Ungár Péter hozzátette, hogy az egyszeri 500 ezer forintos juttatás is járna a szociális szektorban dolgozóknak, ezért a párt petíciót nyújtott be. Szinte megmagyarázhatatlan és megindokolhatatlan az, hogy az 500 ezer forintos egyszeri bérkiegészítést nem adta meg a kormány a szociális dolgozóknak, ugyanúgy túlórát végeztek, ugyanúgy járványveszélyben végezték ezt a túlórát, ezért az LMB petíciót is indított, amit a béremelést.hu oldalon alá lehet írni, és ez a petíció körülbelül 30 ezer aláírásnál jár, úgyhogy arra kérném az összes miskolci polgárt, hogy írják alá ezt a petíciót, és álljunk ki együtt a szociális dolgozók mellett. Összefogtak a Miskolcért tenni akaró közösségfejlesztésért dolgozó civilek. Az együttműködés jegyében részvételi munkacsoport alakult. Céljuk, hogy a civil szféra és a lakosság is bekapcsolódhasson a döntéshozó folyamatokba, és ötleteikkel gyarapítsák a várost. Évekkel ezelőtt üvegekből építettek padot az avasiaknak a Dialóg Egyesület önkéntesei. Akkor azt mondták, hogy arra szeretnék az itt élőket biztatni, hogy az elmagányosodás helyett éljenek inkább közösségben, járjanak össze és beszélgessenek. A Dialóg Egyesület azóta is folyamatosan dolgozik az önkormányzattal és a Meszegyivel közösen a miskolciakért. Például rendszeresen szerveznek állásbőrzét a nehéz helyzetbe került embereknek. Most ez a kezdeményezés 0. állomása. A Dialóg idén is tenni szeretne a miskolciakért. Az önkormányzattal közösen az elmúlt 2 hónapban azon dolgoztak, hogy a városért tenni akaró civilekkel szorosabbra fűzzék a kapcsolatot. Az együttműködés eredményeként egy részvételi munkacsoportot hoztak létre. Hogyan
lehet kitalálni, hogy a Miskolcon az aktív állampolgárság keretei kidolgozódjanak, mert itt összeért két akarat, egy közösségfejlesztői szándék és egy városháza által a részvételiség erősítéséért küzdő szándék, aminek viszont nincs nagy kultúrája. Ahhoz, hogy a miskolciak ehhez megtalálják majd az utat, a közösségfejlesztésben járt a szakemberek segítenek. Szerdán a rendszer kidolgozására egy 20 fős munkacsoport alakult. Mint alpolgármester kezdeményeztem, és egyeztettem a városvezetéssel azt, hogy szükség van ilyen típusú munkacsoport kialakítására. Az igényt azt mindenféleképpen érzékeljük, és egy kicsit új alapokra szeretnénk az önkormányzatiságot helyezni. Az alpolgármester hozzátette, fontos, hogy a lakosság ötletek és kezdeményezések is eljussanak a városvezetőihez. A részvételiség jegyében egy irodát is létrehoztak a városházán, ahol a jövőben referensek segítenek majd abban, hogy a miskolciak javaslatai megvalósulhassanak. Politikai javaslatcsomagot nyújtott be a Miskolci Fogyatékosságügyi Szakmai Műhely az önkormányzat felé. Javaslataikkal a helyi és környékbeli fogyatékossággal élő emberek mindennapjait szeretnék megkönnyíteni. A többi közt céljuk a nappali szociális ellátás biztosítása, valamint a fogyatékkal élők foglalkoztatásának növelése. A jelenlegi statisztikák szerint 10 000 körül van a Miskolcon és közvetlen vonzás körzetében élő fogyatékos emberek száma. Már csak pár napjuk maradt a miskolciaknak, hogy szavazzanak arról, mi legyen a Miskolc-Tapolcai strandfürdő második ütemének neve. A kivitelezés terv szerint halad. Az első ütemhez illeszkedő 4 évszakos fürdőkomplexum várhatóan év végére készülhet el. Nevét illetően a miskolciak 4 lehetőség közül választhatják ki. Szavazni a Miskolci Napló újságban megjelent szavazólap visszaküldésével, vagy online lehet július 20-a éjfélig. Hatalmas sikerrel új helyszínen indult el múlt hét pénteken a Gasztroplac Extra. Hangulatos fényekkel, kellemes zenével és finom falatokkal ezen a héten is folytatódik az ízutazás a lovagi tornák tere melletti vásártérre. Ezúttal a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából határon túli finomságokat lehet majd kóstolni. Helyi éttermek települnek ki, és minőségi borokból sem lesz hiány. A tömegközlekedéssel utazókat ezúttal is a Gasztroplac villamos segíti majd pénteken este a zárás utáni hazautazásban. Hajnalra ismét lehűl a levegő, és holnap csapadék is több felé várható. Az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, videóinkat a minap.hu-n újra nézhetik és írhatnak is nekünk. Észrevételeiket az info@mikon.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!